Sikeresen zárult a városközpont megújítása a Zöldváros program keretében, melynek sajtótájékoztató záróünnepségén beszélt Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. A közgyűlés az együttes döntése volt, vagy elengedjük a projektet, vagy 4 hónap alatt megvalósítjuk. Örülök annak, hogy az utóbbi döntés került előtérbe, hogy a 4 hónapos megvalósítás mellett döntöttünk. Júliusban volt a szerződéskötés, és júliusban volt a munkaterületnek az átadása is. 1,277 millió volt az alapköltség, de kaptunk rá kiegészítést, 1,340 millió forintból valósult meg. Hámori Szabolcs, a projekt kivitelezője, elégedetten beszélt az eltelt 4 hónapról. Mint mondja, a legnagyobb feladat a Prométheus Park volt, de sikerült megoldani. Gondot néha a hibás közműtérképek okoztak, rossz helyen tüntették fel helyenként a föld alatti vezetékeket, csöveket, de ezzel is megküzdöttek. Jó érzéssel állok most itt, örömmel tölt el, hogy sikerült a projektet határidőbe megvalósítanunk. Mai nappal már túl vagyunk mindenen, műszaki átadáson is. Kemény időszak volt ez nekünk. A rendelkezésre álló idő az nagyon kevés volt, viszont szeretnék köszönetet mondani ezúton is, legelőször is az itt dolgozó kollégáknak, akik nagyban segítették azt, hogy a feladatokat határidőre meg tudtuk valósítani. Továbbá minden közreműködőnek, mind megrendelői, mind érintett oldalról. A beruházás részeként a városban megújult a Liszt-Ferenc tér, a Liszt-Ferenc tér és a Luther tér közötti terület, a Prométheus Park, valamint a 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közti rész, valamint a Luther tér is.